Migrációs körképpel folytatjuk a ma reggelt itt az M1-en. A 2015-ös migrációs válság idején több millió ember jutott be illegálisan Nyugat-Európába. Brüsszel azóta próbálkozik a migránsok szétosztásával, vagyis próbálja elfogadtatni a kötelező betelepítést a tagállamokkal. A magyar kormány a kezdetektől fogva ellenzi a tervet. Azt mondják, Brüsszel migráns gettókat akar létrehozni Magyarországon. Most megmutatjuk, hogyan kezeli az illegális migrációt Olaszország, a skandináviai térség országai, valamint Szlovénia. Olaszországgal kezdünk, ahol pattanásig feszült a börtönhelyzet a rendőrszakszervezetek szerint. A büntetésvégrehajtási intézetek túl zsúfoltak, és nem megfelelő a hatósági személyi állomány létszáma. A nyári forróságban egymást követték a tiltakozások, valamint a rabok és börtönőrök elleni támadások. Legutoljára két római börtönben támadtak rá az őrökre. Bár az eset nem kapott nagy nyilvánosságot, de a rendőr érdekképviseletek közölték, hogy a problémát nem az olasz fogvatartottak jelentik. Kapcsolunk már is Rómába Sárközi Júliához a részletekért. Nos, mekkora a migránsok aránya az olaszországi börtönökben? Jó reggelt kívánok! Olaszországban a kritikus börtönhelyzet minden nyáron napirendre kerül. Túl zsúfoltak a cellák, amelyet a nyári forróság még elviselhetetlenebbé tesz, hiányzik a víz, és hiányosak a higiéniai feltételek is. A börtönlázadásoknak a legegyenlőbb formája az, amikor a rabok nem mennek vissza, nem akarnak visszamenni a cellájukba, miután a börtönudvaron sétára engedték ki őket. Súlyosabb, amikor lepedőket vagy matracokat gyújtanak fel a cellákban és a folyosókon, vagy vízzel árasztják el a börtönök egyik-másik szárnyát, és a legsúlyosabb esetekben rátámadtak a börtönőrökre, illetve a börtönök más személyzeti állományának tagjaira, például ápolókra, vagy a menzán felszolgálókra. A rendőr szakszervezetek egyeztetét sürgettek a kormánnyal rámutatva, hogy szerintük a problémát egyrészt a büntetésvégrehajtási intézetek túlzsúfoltsága képzi, másrészt viszont a személyi állomány nagyon alacsony létszáma. Olaszországban 190 büntetésvégrehajtási intézet működik, ezekben több mint 60 ezeren szoronganak, miközben a férőhelyek száma nem éri el az 50 ezeret. A rendőr szakvezetek rámutattak arra is, hogy nagyon gyakran a rabok egymást is bántalmazzák, bandákba verődnek, főleg az arab és afrikai országból származó elítéltek esetében, akik a börtönökben is a kezükben akarják tartani az illegális üzleti tevékenységet, nem csak a cigarettakereskedelmet, hanem esetleg, sőt majdnem kivétel nélkül, a kábítószerforgalmat is a börtönök falai között. Ami a migránsok létszámát, itt illegális bevándorlókról beszélünk az olaszországi börtönökben, az Európai Unió statisztikái szerint egy átlagos szám a tagállamokban az 21%, ekkora lenne a börtönökben levő illegális bevándorlók. Az arány Olaszországban ez jóval magasabb, meghaladja a 30%-ot, és van, ahol még magasabb, például a legsúlyosabb helyzet a milánói San Vittore börtönben alakult ki, ahol ezren szoronganak 450 férőhelyen, és az elítéltek, illetve a rabok 75%-a illegális bevándorlónak számít. Külön kérdéskört képeznek azok a migráns táborok, amelyek börtönként működnek Olaszországban, tehát katonasság vagy rendőrség őrzi őket. Ide kerülnek azok az illegális bevándorlók, akik bűncselekményt követnek el Olaszország területén, és kiutasítás vár rájuk. Itt is több tízezer emberről beszélünk, tehát az elítélt illegális bevándorlóknak a száma a sokkal magasabb, mint a börtönökben tartózkodó bevándorlóké. A kormánypártok és az ellenzék abban teljesen egyetért, hogy amnesztiára most nincsen lehetőség. Abban is teljes az egyetértés, hogy nem kívánják szabadlábra helyezni az előzetesben levő rabokat, 16 ezer a számuk, és nem kívánják szabadon engedni azokat sem, akiknek a büntetéséből már csak kevesebb, mint egy év letöltendő. Ezeknek a száma 8 ezer. Felmerült az is megoldásként, hogy a kábítószer függő rabokat rehabilitációs központokban helyeznék el
Olaszországban, de erre sem emberi, sem anyagi forrással nem rendelkezik Olaszország. Most már évtizedes probléma az, hogy kevés a börtön, a büntetés végrehajtási intézet Olaszországban, és a bevándorlók között nagyon sok fiatal radikalizálódik az olaszországi börtönökben. Például azok, akik Dél-Olaszországban érnek partot, kisebb bűncselekményt követnek el, az olaszországi börtönökbe kerülnek, például Szicíliában, ez egy komoly probléma, és a cellák falai között a többi muszlim szélsőséges rabbal találkozva megtörténik az ő betanításuk, toborzásuk. A skandináviai térség helyzetével folytatjuk. Augusztus 21-én Koppenhágában találkozott a dán és a svéd igazságügyi miniszter. A dán Peter Hummelgrát szerint jelenleg már mindkét ország hatóságai háborúban állnak a bűnözői hálózatokkal, mivel svéd fiatalkorúakkal végeztetnek el bűncselekményeket Dániában. Svédországnak határozottan kell lépni a kérdésben, mert eljött a tettek ideje. Kapcsolunk már is skandináviai tudósítónkhoz, Cser Attilához. Nos, a kérdéses bűnözői hálózatok tagjai napjainkra, tehát mostanra már jelentős migrációs hátterű tagokkal rendelkeznek. Milyen konkrét akciótervek lehetnek a miniszterek, illetve a hatóságok asztalán, és egyáltalán menthető-e még a helyzet? Köszöntök mindenkit! Kipukkant a migrációs buborék, amelyet az utóbbi évtizedben a baloldali szocialista svéd kormányok pumpáltak. Egyértelműen látszik a svéd közbiztonsági helyzet kapcsán, hogy az utcák nem biztonságosak és az emberek félnek. A migrációs banda háborúk a kábítószer kereskedelemért folynak leginkább, de egyéb rivalizálások is vannak, és ezek már átterjedtek a Svédországgal szomszédos országokra. Korábban azt mondták, hogy a skandináv régió egy szorosabb, nyitottabb régió volt, mint az Európai Uniós területek egyéb része. Most úgy néz ki, hogy ez is gondot jelent erre felé, hiszen a szabadabb, átjárhatóbb határok azt is jelenti, hogy a bűnözői csoportok szabadon mozoghatnak az országok között. Erre mutatott rá a dán igazságügyi miniszter, aki arról is beszélt, hogy svéd kollégája elismerte azt, hogy bizony a dánoknak igazuk volt, a svédek tulajdonképpen elhanyagolták a bandaháborúkkal kapcsolatos közbiztonsági kérdéseket, továbbá pedig a szegregációt. A svéd betelepítési politika migráció kapcsán arról szólt, hogy egy-egy területet megtöltöttek azonos hátterű migránsokkal, akik az otthonról hozott problémákat és a más vallásukat a svéd területeken gyakorolták, tehát ami otthon gond volt, akik bűnözői csoportok voltak, azok megjelentek Svédországba is. Természetesen az iskolai képzés hiánya beszippantja a fiatalokat, akiket könnyű pénzzel kecsegtettek az internetes platformokon dániai bűncselekmények elkövetésére. Egy-egy fiatalnak 10 milliótól 15 millió forintnyi svéd koronát ajánlottak föl egy-egy bűncselekmény elkövetéséért. Az utóbbi pár hétben majd 17 svéd állampolgárt vettek őrizetbe a szomszédos Dániába, de a norvég határőrizet szervei is aggódnak. A svéd bandaháborúk Finnországba is gondot jelentettek, hiszen az alvilág az egész skandináv térséget szabadon átjárható térségnek gondolja. A konkrét elképzelések a határőrizet ellenőrzése. A digitális háború megnyitása a bandatagok ellen azt jelenti, hogy a svéd, illetve a dán hatóságok megpróbálnának nyomást gyakorolni a szociális média, a közösségi média szolgáltatóira, hogy kiszűrhessék azt az adatforgalmat, ahol bűncselekmények előkészítésére vagy fiatalkorúak szervezésére irányuló kommunikációt tapasztalnak. Ennek kimutatása viszont egy svéd szakértő szerint rendkívül nehéz. Szleng szavakat használnak, amelyeket a svéd szótárak nem ismernek. Tulajdonképpen lehetetlen a feladat. A svéd rendőrség viszont bizakodó, ők azt gondolják, hogy az utóbbi időben több mint 240 esetben tudtak kiszűrni vagy terrortípusú támadást, vagy pedig valamilyen banda konfliktust, beleértve azt a
férfit is, aki a svéd parlament a Riksdag ellen készített előtámadást. A konkrét megvalósítást a következő hónapokban láthatjuk majd. Egy biztos, a dánok azt mondták, a svédeknek lépni kell, mert a skandináv együttműködés a továbbiakban nehezen lesz fenntartható, ha a svéd hatóságok továbbra is tehetetlenek maradnak. Körképünket a szomszédos Szlovéniával zárjuk, ahol a rendőrség által közített adatok szerint 7 hónap alatt valamivel kevesebb, mint 26 ezer illegális bevándorló érkezett az országba. A részletekért Lendvára kapcsolunk Magyar Lovrics Mirjánához. Nos, mi derül ki a rendőrségi jelentésből, mekkora nyomás nehezedik Szlovéniára? Szép jó reggelt kívánok! Szlovéniában idén januártól júliusig 25.786 határsértőt tartóztattak fel a hatóságok, tavaly ugyanebben az időszakban közel 1000-rel többet. Az év 7 hónapjára vonatkozó adatok tehát azt mutatják, hogy 4%-kal csökkent a Szlovéniára nehezedő migrációs nyomás. A határsértők közül messze a legtöbben 8720-an szírnek vallották magukat. Közel 4000-en voltak afgán állampolgárok, 2000-en törökök és marokkóiak, 1300-an bangladesiek, 1000-en pakisztániak, a többiek száma 1000-en alul volt, ide tartoznak például az indiaiak, nepáliak és egyiptomiak. Az ideérkezők 97,3%-a Horvátország felől lépett Szlovénia területére. A legkritikusabb a horvát-szlovén határszakasz azon része, mely a novomestói rendőrigazgatóság ellenőrzése alatt van. Ott tartóztatták fel a migránsok valamivel több mint 83%-át. Ez a rendőrigazgatóság által naponta közzétett az elmúlt 24 óra történéseire vonatkozó jelentéséből is kiderül. Kedden például az állt benne, hogy a novomestói rendőrigazgatóság területén hétfőn 176 olyan külföldi állampolgárt tartóztattak fel, akik illegálisan léptek át a határt. A legtöbbjüket a Posavje régió kis határmenti településein fogták el a rendőrök. Rigonce, Kapela, Dobová, Obrežje a migráció szempontjából az elmúlt időszakban leginkább emlegetett települések. Nem csak határsértőkkel, embercsempészekkel is volt dolguk a rendőröknek hétfőn. Dolenské Toplicen például megállítottak egy gyanús lengyel rendszámú járművet, amelyet egy 28 éves fehér orosz állampolgár vezetett. Az eljárás során megállapították, hogy a járműben 7 török állampolgár tartózkodik, akik illegálisan lépték át az államhatárt. Körsko településen pedig a rendőrség speciális határellenőrzési egysége állított meg egy gyanús francia rendszámú járművet, amelyet egy 49, úgy szintén fehér oroszországi sofőr vezetett. Ő az autóban 6 török állampolgárt szállított. A rendőrök mindkét járművet lefoglalták, és a két sofőrnek is ugyanaz lett a sorsa. Őrizetbe vették őket, és ellenük a határ vagy az ország területének tiltott átlépése bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt büntető eljárás indult. A fenntartóztatott migránsoknak más a sorsuk, őket rendszerint a korábbi Obrežjei nemzetközi határátkelőhely mellett felállított új, közel egy hónapja működő regisztrációs központba szállítják, a külföldieket csak néhány órán át tartják ott. A személyazonossági ellenőrzés és a rendőrségi eljárás után alapvető ellátásban részesülnek, majd elszállítják őket a három menekült otthon valamelyikébe. Idén egyébként 24.805 határsértő jelezte, hogy igényt tart a nemzetközi védelemre, többségük azonban még a menekültügyi eljárás előtt elhagyja az országot. Magyar Lovrics Mirjánnak Szlovéniából, Sárközi Júliának Olaszországból és Cser Attilának a skandináv térségből. Nagyon szépen köszönjük a friss információkat.